Hello, boys. Where do we drop? Good choice, man. Come on, there's work to do. Precision airstrike. That was fast. Sure. I'm lit up. Throw the decoy. Take it back. Team wipe. Gas is inbound. I can't move on till I let go. Srácok és lányok, én Slimfit Guy vagyok, és ez itt az éjszakai műszak mai kiadása videó formájában. Hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a videóban, skacok! A mai videóban nem jött össze semmilyen érdemleges gameplay, úgyhogy úgy gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a Warzone jövőjéről. Persze lesz gameplay, úgyhogy nem kell azt hinnetek, hogy majd csak beszélni fogok, csak egy kicsit beszélünk, hogy kitöltsük a időt, és hogy valamilyen érdemleges infóval szolgáljak nektek. Na, akkor lássuk is neki, sose írtam scriptet videóhó még, ide YouTube-ra, most írtam egy kis scriptet, hogy okosságokat mondjak. Úgyhogy ennyi a sztori, skacok, mi is a Warzone története, igazából 2020-ban érkezett hozzánk márciusban a Covid seasonben a Warzone és a Modern Warfare, március 10-én pontosabban, és mindenki hőn áhított és szeretett első mapja a Verdansk társaságában, és aztán mindig kaptunk ugye seasonal update-eket a Modern Warfare, a Black Ops és a Vanguard segítségével, úgyhogy minden évben volt egy game, szóval ez mindig azért új contentet telítette meg a game-et, plusz kurva, bocsi, ezt most nem akartam, nagyon sok fegyverbalanszulású, úgyhogy tudjátok, mindig voltak menták, és mindig is lesznek is, úgyhogy ezután, miután sikerett a Verdansknak a BR-ben, ezután úgy döntöttek a fejlesztők, hogy beraknak egy kicsit ilyen gyorsabb, fast-paced játékmódot, és megkaptuk akkor a Rebirth Islandet, a Rebirth Resurgence néven ismert játékmódot, ami nagyon, nagyon populáris a játékosok körében, és hát egyszerűen mindenki szeret vele játszani, mert sokkal gyorsabb és nem olyan uncsi gulágos sztori, mint a BR, legalábbis nekem. Ezután a Vanguarddal megjelent a Caldera, és sajnos eltörülték Verdanskot, és miután még a Caldera-t is már azt hittük, hogy nem lehet rosszabb, akkor megkaptuk Fortune's Keep-et. Amúgy szerintem nem olyan rossz a Fortune's Keep, de vannak azért aggályaim vele szembe. Na most mit is tartogat nekünk a Warzone? Vannak ilyen rumorok, föltételezések, skacok, amiket most mondok, ez még nem 100%, hogy így lesz. Majd meglássuk, hogy olyan lesz, de hallgassátok végig. Szóval olyan rumorokat hallottam, meg olvastam a neten, olvasni, hogy állítólag november 28-án ezt a Warzone-t, amit máma így ismerünk, át fogják nevezni Warzone Calderára, amit a név is mutat, Caldera. Szóval értitek, papíron erre mit hisznek emberek? Azt, hogy csak Caldera fog megmaradni. És ezt Tom Henderson igazából tette közzé a Twitteren egy posztban, szóval ő egy híres code leaker amúgy, szóval nem tudjuk, hogy mennyire lehet majd hinni neki, vagy mennyire sem. De hogy ez, hogy sugallja, hogy Caldera, ez azt jelenti, hogy papíron kiveszik a többi mapot, szóval kiveszik a Fortune's Keep-et, és kiveszik a Rebirth-et is, és meghagyják csak Warzone Calderának. Na most, hogy ez igaz-e, vagy nem igaz, ez csak lékek, mondom. Meglássuk, hogy majd mi lesz a jövője, és akkor csak maradna igazából Caldera BR és Caldera Plunder. Szóval
az amúgy nagy hiba lenne, mert a Rebirthet, mondom, az a legpopulárisabb game mód, és mindenki nagyon sokan játszol ezt a game módot. Úgyhogy szerintem kár lenne, hogyha kivennék, mert igazából olyan ability-t tette emberek kezébe, hogy akárhányszor újra tudnak éledni, és persze, hogyha időn belül halnak meg. És így solo playereknek is amúgy nagyon jó sztori, mert sok, nem kő bemennek, és nem kő csapattársokra hagyatkozniuk, akár randomokra, vagy akárkikre, hanem tudnak hagyatkozni saját magukra, és olyan lesz a game, amilyenre ők teremtik, szóval értitek, hogy mit vágok le. Úgyhogy szerintem kár lenne, ha kivennék a Rebirthet. Az a hír járja, hogyha megjelenik a Warzone 2, akkor elméletben ennyi volt ez a Warzone, amit máma így ismerünk, szóval nem fog jönni semmilyen új season, meg semmilyen ilyen story, de ez még mindig csak rumor, szóval, hogy mi igaz bele, meg mi se, azt fogalmam sincs, hogy mi lehet, nem tudom. Amit még itt leírtak, az annyi volt, hogy ezen kívül azért fog kapni a játék update-eket, meg DLC-ket. Update-ekben azt kell tudni, hogy ilyen bugjavítás, quality of life, szóval kezelhetőség sokkal jobb legyen, meg egyszerűbb legyen, szóval ilyen javításokat elméletben fog kapni a game, de meglássuk. A DLC-kben meg annyi, hogy lesznek blueprintek, meg új operátorok. De hát ez még mindig mondom, ez csak rumor. Szóval nem tudjuk, hogy ez most így lesz, nem lesz, nem tudjuk. Úgyhogy skacok, ki is húztam a időt, pont 5 perc. GG, remélem, hogy valamit tudtam segíteni, hogy azért képbe legyetek, hogy mi is tényleg ennek a Warzone-nak a jövője, ahogy máma ismerjük ezt a Warzone-t. És hát kíváncsian várom a Warzone 2-t, azt tudnatok kell, hogy a csatorna tele lesz ízig-vérig Warzone 2 contenttel, szóval csapatni fogjuk. Majd meglássuk, hogy a Warzone 1-et fogom-e játszani még, nem tudom. Sok skinem van, sok cuccom meg van benne, szóval kár érte, hogyha nem játszanám. De ez majd azon fog múlni tényleg, hogy mennyire élvezem a MV2-t meg a Warzone 2-t. Egyelőre MV2 levett a lábomról, szóval GG. Úgyhogy Warzone 2, srácok, november 16-a. Minden platformon, azaz 8 nap múlva, PC-n, Xbox-on és PlayStation-on, régi és új generációs konzolokon egyaránt. Szóval ennyit tudok egyelőre nektek mondani, srácok, mondom a utolsó verszakot, ezt a utolsó részt, ezt a rumorokat, ezt csak úgy vegyétek, hogy ez vagy így lesz, vagy nem lesz így, meglássuk. Na, és akkor menjünk a gameplayre, skacok, remélem, hogy tetszeni fog. Nem nagy sztorira kell számítani, mert elkentik a szárgot a francba. Bullfrogot hoztam, megpróbáltam, benne van a Metalizbe, de igazából nem kéne benne lennie, vagy én vagyok szarlövésbe, de majd ezt a videóból levágjátok. Úgyhogy kellemes szórakozást kívánok mindenkinek videóhoz. Srácok, hogyha nem akartok lemaradni a következő tartalomakról sem, akkor iratkozzatok fel a csatornára, csapjatok oda a subscribe gombnak. Ennyi a sztori, én Slimfit voltam, Tali a következőben, legyetek jók! Skilled engagement will reduce the resurgence countdown. Execute all targets. Hostile dropping into the area. Watch the skies. I found this if you need it. Supply box located. Move to secure. Enemy UAV active. Buy loadout. Enemy UAV active. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Going in. Coming. Come on, there's work to do.
Allied precision airstrike in. Eyes on shooter. I'm lit up. Throw the decoy. Team wipe. Gas is inbound. Nice. Grab the contract. It's over. Anyone see extra armor? This armor? Yes. Oh, let's go buy lowly. Okay. Only right here. Drop inbound. From the outside, guys. Enemy UAV active. Oh my. Made the top 25. Nearly there. You're being tracked by an enemy team. Tread carefully. Move it. Gas. Mark the safe zone. That was fast. Claymore established. Gas is inbound. Behind us. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Gas is closing in. Fire sale in action. Fire station costs are in charge. Throwing grenade. Down. Back in the game. Let's go. Push, push, push. One last.
Last one here. Stay vigilant. Resurgence window. Behind you. Hostile operator is up. Take him down. Squad member is redeployed. Bro. Again. Play yourself that time, but we'll sell it.